Második a jó. Hát szeretettel üdvözlőjük körünkben Álfi Gyurit és a filmalkotóit, akiket most először megtapsolunk. Gyuri, bemutatod a jelen... Szakoly Uczi és Richter Nóri. Ők azok a négy vágóból, akik most meg tudtak jelenni. Még várunk, még a Szacsát várjuk, csak nem tudom mennyit késik, majd meglátjuk. Hát először szerintem kezdjük a most a filmmel, bár mert majd még másféle dolgokat is szeretnék kérdezni, de először azt szeretném, hogyha arról beszélnénk egy picit, ja, előjáróban annyit, hogy ugye a Gyuri és tulajdonképpen a stáb egy picit már úgy bele van ebbe gyakorlódva, mint egy ilyen roadshow-ba, hogy a filmről egy kicsit beszélnek, és szerintem az lenne jó, hogyha most kizökkentenénk őket a rutinjukból, és olyanokat kérdeznénk tőlük, amilyeneket eddig nem szoktak. Ugye mert általában ti ilyen közönség vetítés után szoktatok beszélni a filmről, akik ugye nem szakemberek, gondolom. Mivel ennek a filmnek csak zárt körű vetítése lehetséges, ezért általában ez ilyen közönség találkozóval összekötött vetítés. Úgyhogy pont egy éve indult útjára a film, és azóta volt időnk kigyakorolni a válaszokat. Na szóval, hogy gyűjtsétek a nehéz kérdéseket, és akkor hát, ha sikerül őket olyan kérdés elé állítani, amit még nem kérdeztek tőlük. Na, én azzal kezdeném, hogyha egy szóba kéne összefoglalni azt, hogy mi jut eszembe rólad, akkor én azt mondanám, hogy az innováció. Tehát, hogy minden filmedben azt látom, hogy vagy az egész film, vagy annak nagyon sok jellegzetes része megoldása egy teljesen újfajta megközelítése valaminek, ami korábban még nem létezett, akár mint műfaj, most a hukléres gondolatok, vagy, de hát ez is egy teljesen szokatlan megközelítés. És tehát az első kérdés az egy picit áttételes dolog, ami még nem közvetlenül a filmmel kapcsolatos, hogy szerinted ez egy személyiségjegy, tehát hogy ez kifejezetten hozzád kötődő dolog, hogy te szeretsz így kitalálni valamit, hogy így előről kigondolsz valamit, ami még korábban nem volt, vagy ez valami fajta munkamódszer, amire lehet gyúrni, vagy tehát hogy erre lehet valami fajta stratégiát kitalálni. Az innováció maga a munkamódszer. Tehát jól érzed, valahol ez nagyon közel van. Bele is pirultam ebbe a szóba, ez tök jó, hogyha egy szó. A legnagyobb vállalatok próbálják magukat így eladni, hogy innovatív. És ez nagyon megtisztelő. De valóban magamat is szórakoztatom azzal, hogy mindig megpróbálok valami újat csinálni. Szerintem nem sikerül, csak látszólag, de valahogy az nem érdekel, hogy újra csinálni, és megint, ha valami nagyról van szó, mondjuk nagyjátékfilmről, akkor azt érdemes, hogyha más és más. Tehát valószínűleg ez személyiségjegy, hogy a kihívást keresem, a szórakozás, nem brandet akarok építeni, hanem a magam határait próbálom keresni. De szerinted ebben van olyan rész is, ami fejleszthető, hogyha valaki ezt, tehát hogy erre lehet valami fajta olyan stratégiát kitalálni, hogy az ember hogyan tudja magában erősíteni ezt az oldalt? Lehet, el kell dönteni, hogy az ember bátor, és nem azt csinálja, amit tud, hanem megpróbál más csinálni, vagy többet csinálni. Nagyjából azt, amit nem tud, onnan jön az izgalmas dolog. Hogyha ezt elhatározza, akkor lehet. Tehát ez szerintem például elhatározás kérdése.
hogy én most a filmezéssel pénzt akarok keresni, és azt csinálom, ami szuperbe vált, vagy pedig, ahogy mondtam, a határokat, saját határaimat feszegetni, és akkor megnézni, hogy na mit tudok. Én meg tudom elepni magamat a következő filmmel. Összejön-e, tényleg. Ennél a filmnél például, egy kicsit közelebb lépjünk a Final Cut-hoz, egy évig nem tudtuk, hogy ez működik-e. Ugye, Nori? Elkezdtük, digitalizáltuk, snittekre szedtük, volt egy elgondolás, de fél év, egy év kellett ahhoz, hogy egyáltalán lássuk, hogy amit elképzeltünk, az működik-e. Nem volt rá garancia. Na most ez pont egy olyan dolog, hogy amit szerettem volna úgy lépésről lépésre hallani, vagy végigmenni rajta, hogy mert van ebbe a filmben egy kicsit ilyen, most zörgök a mikrofonnál, hogy van ebbe a filmben egy picit ilyen tyúk vagy a tojás effektus. Majd nyilván érted, mire gondolok, de majd mondom is, hogy mi. És tehát, hogy lehet ezt a dolgot, tehát hogy indult el? Mi az, ami először eszedbe jutott ezzel kapcsolatban, mint ötlet? Tehát mennyi volt ebben a technológia, mennyi volt a történet, vagy mennyi volt az, hogy csak valamit össze kéne rakni több filmből, vagy tehát, hogy honnan indult, mi volt az első szikra? Mindig az első szikra, hogy filmet kell csinálni, ez a hajózni szükséges, tehát, hogy ez másképp nem lehet létezni, és erre meg kell találni a megfelelő utat, és hogyha nem hagynak, akkor is meg kell találni. De hát általában egy ötlet vagy egy film mindig úgy készül, hogy 3-4 dolog találkozik össze, és abból egyszer csak meglátja az ember, hogy na, ezek így együtt egy nagy ívű koncepciónak tudnak az alapjai lenni. Na és itt mi volt ez a 3-4? Hát nekem egy régi mániám az, hogy nincsen új történet. Erről nagy viták vannak, hogy vannak új történetek, nincsenek új történetek, mindegyik tábornak vannak szakértői, mindegyik tábor írt már vastag könyveket erről. Én ahhoz a táborhoz tartozom, aki azt gondolja, hogy történet kevés van, alaptörténetek vannak mindenkinek, sőt, én ennél tovább megyek, azzal a szerzővel értek egyet, aki azt mondja, hogy az ember maga is egy alaptörténetet él, és sokkal színesebb és mélyebben megélhető lesz az élete, ha rájön arra, hogy mely alaptörténetet éli meg. Persze ezek az alaptörténetek, amiket általában úgy lehet jellemezni, hogy ahogyan a Freud visszavezette, hogy melyik görög mitosznak az alaptörténet, hogy mely érzelmi irányultságot, vagy nála például kortünetet fedi le. Ugyanígy én is azt gondolom, hogy az első motiváció például ennél a filmnél az volt, hogy én naivan hittem abban, hogy meg tudjuk találni azt az egy történetet, amit a legtöbb film mesél, ami a legtöbb film mélyén van. Persze ezt nem találtuk meg, de a kutatás erre irányult, vagy e felé mentünk. Tehát Eldorado kincsét kerestük, de aztán találtunk néhány aranyrögöt, de nem azt a kanyont, amiben mázsa számra vannak a kincsek. Úgyhogy ez a dolognak a kutatása az volt, hogyha minden snittet már tegyük föl, leforgattak, mert ugye filmek nagy része arcközelikből áll össze, meg tájakból, meg autózásokból, meg lovaglásból, meg ilyen, tényleg ilyen alapdolgokból, akkor ez hogyan, hogy akkor megkeresni azt a történetet, amik ezzel a nyelvvel a mozik elmesélnek, hát az alaptörténetet kerestük. Persze aztán választanunk kellett, de ez egy kisebb dolog. Na most, amikor ez megszületett, hogy akkor filmeket kéne nézni sokat, és illetve össze kéne talán írni egy listát, vagy tehát mi volt a következő lépés? Hát a következő lépés a próbálgatás volt, tudod, mi úgy matekozzunk, hogy milyen paraszti módszerrel, hogy így elkezdjük összeadni a dolgokat, hiába kéne gyököt vonni először. De hát, hogy így tehát mi elkezdtük megpróbálni megvalósítani ezt.
megpróbáltuk bedigitalizálni, megpróbáltuk kitalálni, hogy hogyan, de ez még jóval Nóri előtted volt. Tehát, hogy így ezt még 90-es évek végén próbáltuk meg először összerakni, csak akkor például, amit kérdeztél, technikailag majdnem lehetetlen volt ezt megcsinálni. Iszonyatos pénzekbe került volna, nem volt lehetetlen, mert Toy Story szintű animációt akkor már tudtak csinálni, csak egy Pixar stúdió kellett volna hozzá, hogy ezt meg lehessen csinálni. Meg kellett várni, amíg ezt a hihetetlen adatmennyiséget digitalizálva egyáltalán lehetett. De akkor írtatok egy listát, egy film címlistát, hogy melyik filmek legyenek benne? Tehát ez volt a kiindulás, hogy először, hogy mi az a könyvtár? Ez a nagyon korai kísérlet arra volt jó, hogy nagyjából a méretét meg lehetett satszolni ennek a filmnek. Tehát annyi volt belőle a tanúság, hogy kicsit várni kell, hogy a technika fejlődjön. A másik tanúság az volt, hogy majd nyugdíjas éveinkben, ha rengeteg időnk lesz. A harmadik pedig az, hogy kb. 500 film kell ahhoz, hogy ebből egy nagyjátékfilmnyi történetet, vagy egy nagyjátékfilm hosszúságú történetet lehessen úgy elmesélni, hogy a filmek bár ismétlődnek, de egyáltalán nem unalmasan ismétlődnek, hanem visszatérnek lassan, csak azért, hogy megerősítsék azokat a snitteket, vagy azokat a képeket, amiket a néző talán először vagy másodszorra nem fedezett föl, vagy nem tudott az ismert filmhez kötni. Most csak, hogy értsd, hogy mit akarok bele kibányászni, hogy van egy nagyon közeli rokonom, aki részt vett ebben a munkában, annak az első... Ennek az első részében, tehát mielőtt még hozzátok került van az anyag, de ő is úgy mesélte nekem, hogy ő már a második rakétafokozat volt, tehát ő úgy kapott anyagokat, hogy előtte már, akik előtt az első előkészítő csapat, azokat a filmeket már snittekre szétbontották, vagy szétszették, és ő már egyes individuális snitteket kapott, és neki az volt a feladata, hogy kapott, nem tudom, 60-80 kategóriát, hogy mennyi volt ez körülbelül? Hát szóval 3x30 volt körülbelül. Igen. És azt mondja, tehát, hogy mondjuk azt, hogy azt hiszem, akkor már ketté volt választva női és férfi snittekre. A férfi mappa volt, nő mappa és férfi nő mappa együtt, aha. És mindegyikben 30-30 almappa volt. Igen. Hát így jön össze. És akkor utána ilyen témakörök voltak, hogy mondjuk férfi, nem tudom, föláll és oda megy, vagy mozog, fut, nem tudom, ilyen fajta kategóriák nyilván, csók, alkohol, fegyver, stb. És ugye az ömlesztett snitt mennyiséget nekik nem tudom hány ilyen vágóasszisztens volt ebben a fázisban, de ők akkor betették ezekbe a mappákba, ezekbe a kategóriákba. Ami nyilván a te koncepciódat erősíti meg, hogy tulajdonképpen nagyon kevés, tehát hogy alaptörténet van, ami ismétlődik a filmekben. De az megdöbbentő, hogy tulajdonképpen 90 kategóriába be lehet sorolni szinte minden filmnek minden snittjét. Pláne 30-ban. Bizony, sokkal kevesebb, ez a megvetett. Ez hihetetlen. Mi úgy vettük, hogy, de Nori mondod ezeket, mi az emberi cselekvényeket vettük. Jó, de, szuper. Igen. Hát, nem is tudom, a tojástól indulnék el. A kategóriák. Egy film alapján, ami azt hiszem az Édes Élet volt, amit elkezdtünk boncolgatni, az alapján feltűnt, hogy milyen állandó motivumok vannak, amiket ugye fel tudunk használni később is. Ez akár lehet ülés, állás, beszélgetés, cigarettázás, ugye szerelmes filmekben csók, szex. És akkor elkezdtük őket jelenetekre, vagy hát kategóriákra bontani. Ez amúgy 30-valahány volt. Ugye ezt úgy képzeljétek el, hogy volt mondjuk 300 filmet digitalizálva, és ahhoz, hogy ebből később dolgozni tudtunk, vagy tudjunk, egy nagyon durva könyvtár rendszert kellett felállítanunk, hogyha várni akarunk, akkor tudjuk, hogy mit hol fogunk megtalálni. És igazából így indult az, hogy filmeket néztünk, és visszatérő kategóriák lettek, és akkor megállapítottunk 30 kategóriát a Gyurival, hogy ez az a 30, ami minden szerelmes filmben, főként szerelmes filmekben visszatérő motivum. És akkor ezt
szétbontottuk először férfi, nő, a képen látható férfi és nő kategóriákra, amit utána odáig fokoztunk, hogy irányokra bontottuk, szerintem a Dani ebben a fázisában volt benne, hogy irányokra bontottuk, hogy jobbra-balra néz, balról-jobbra néz, jobbra sétál el, jobbra cégizik, balra cégizik. Emellett rengeteg mondatot is gyűjtöttünk, mert ugye beszélnek, és az sem mindegy, hogy hogyan teljesedik ki ez a szerelmi történet. És akkor a szamárvezetővel, amit kaptunk, amit megoldhatva, hogy mi a történet, amihez el kéne jutnunk, összeállítottunk egy első verziót, ez első egy év alatt jutottunk el. Odáig lett egy 30 perces vágott, első vágott. Egy év, kb. 3/4 év volt maga az, hogy elő tudjuk készíteni úgy az anyagot, hogy ebből lehessen vágni is. Tehát, hogyha jól értem, és ez alatt értettem a tyúk vagy a tojást a filmmel kapcsolatban, hogy nem az volt, hogy már volt egy konkrét leírt történet, és annak megkerestétek a snittjeit, hanem először megkerestétek ezeket az alap Lego elemeket, és akkor utána az is alakította a történetet, vagy nem? Nem, volt egy elképzelés, hogy ugye a Gyuri küldött nekünk egy szinopszist, hogy mi az, ami szeretne látni történetben, hogy hogyan alakul, hogyan jutunk el a házasságba előnként. De nyilván a snittek maguk is tovább alakították a történetet, nem? Így utólag, hogy elkészült a film, bátran állíthatom, hogy bármilyen történetet el lehet mesélni ezzel a módszerrel. Ezt az elején még nem gondoltuk, de hogyha azt mondtuk, hogy a Hamletet meséljük el így, akkor el tudjuk mesélni. De ha az az igény, hogy Rómeó súly, akkor azt is el tudjuk mesélni. Csak ez másképp működik ez az anyag, úgy kell hozzányúlni. De 3 év alatt megtanultuk, hogy kell hozzányúlni ahhoz, hogy el lehessen mesélni bármilyen történetet. De én az elején azt gondoltam, hogy ez majd egy sorozat lesz. Nem gondoltam, hogy egy rész előállítása 3 évig tart, úgyhogy... De ez legalább megkönnyíti a választást. Tehát azt mondja az ember, hogy na majd sorozat lesz, majd ezt is megvágom belőle, azt is, amazt is. Úgyhogy most válasszuk ki azt, amelyik szerintem a leg... olyan alaptörténet, ami a legközelebb áll, majdnem minden filmben megtalálható, és ez 2 volt, az egyik a jó és a rossz párharca, a másik pedig a szerelmi üzekedésnek a története, és hát nagyon, mondom, a rendezés meg a filmkészítés egy nagyon praktikus dolog, úgyhogy a jót és a rosszat, azt nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól. Azok valószínűleg hasonló korú, a hasonló típusú emberek, és csak a cselekedeteikből látszik, hogy azok jók vagy rosszak. Tehát sokkal könnyebb egy olyan filmet csinálni, ahol nő és férfi már ránézésre különbözik egymástól, és így módon a nézőnek ennek az értelmezésével nem kell törődnie. Igen, egyébként ez a probléma szerintem a két férfi küzdelménél jelentkezik, ugyanis ott be is hoztuk. Igen, mert ott soha nem tudom, hogy tulajdonképpen most a jó üt, vagy a jót ütik, csak a végén derül ki, amikor már ugye véget ért a harc, és akkor a nő valahogy viszonyul hozzá. Amelyikhez? Hát a jóhoz. Mert ki hogy áll hozzá a világhoz, szerintem. De hát, hogy igen, ott például amikor rájöttünk arra, hogy a dolog működik, ugye 3-4 év után elkezdtük összepakolgatni a snitteket, és ez egy másik nagyon fontos esemény volt a film életében, hogy elkezdtük összepakolni, és azt éreztük, hogy izgulunk a szereplőkért. Tehát, hogy a kísérlet lényege ugye az volt, hogy 15 arcból összeáll-e a néző fejében, ugye azaz a mi fejünkben is, összeáll-e egyetlen egy lényé, egyetlen egy karakterré a férfi és a nő. És egyszer csak így nagyon egyszerűen elkezdtünk mesélni, és azt vettük észre, hogy drukkolok, hogy csókolják már meg egymást. És az volt az a forduló pont, hogy te jó ég, ez nem csak hogy érthető, hanem érzelmileg visszahat. Hát ugyanazt a működési mechanizmust indítja meg bennem, mint hogyha egy filmet néznék. Egy olyan filmet, ahol egy szereplő játssza végig a férfit, és egy a nőt, és ez volt az a pont, ahol azt éreztük, hogy na, ebben még érdemes. Tehát a kísérlet működik, és érdemes tovább lépni. De mondom, mi választottuk a romantikus filmeket, a szerelmi történetet, és ez egy tudatos választás volt még azelőtt, hogy elkezdtünk volna igazából szétbontani a filmeket.
És akkor hogy ment tovább? Tehát, hogy akkor onnantól már szétosztottátok jelenetekre, vagy a történet egy részét, hogy akkor te csinálod ezt, te csinálod azt, vagy hogy osztottátok el négyetek között a munkát? Ez az első verzió megszületett, ugye ott a Rékával közösen, Leményi Rékával közösen csináltuk meg az első verzióját, ami a házasságig takarta a történetet, és akkor ez nagyon szomorú történt, ugye, hogy le kellett állnunk egy hosszabb időre. És utána Czakó Júci és a Szalai Károly vett át a teljes filmet, és át is adom most. Meg vagyok szólítva. Igen, mi kaptunk egy félórás filmet, mert minten leálltak Gyuriék ezzel a munkával egy időre. Úgy tűnt, hogy újra el lehet kezdeni, és akkor úgy döntöttünk... Nem lett pénz? Lett! Igen. És akkor, mint a legnehezebb része a filmkészítésnek, igen, lett. Igen. És Gyuri felhívott engem, hogy nem tudják Rékával folytatni, és Nórival már dolgoznak, és akkor meggyőzött arról, hogy egyedül ezt nem tudom megcsinálni. Ezt el sem tudtam képzelni, mi az, amit nem tudok egyedül megcsinálni, de végül is meggyőzött róla, hogy szükségem lesz a Szacsára is. Úgyhogy így kezdtünk neki ketten, vagy folytattuk tovább. És akkor mi úgy döntöttünk... És szükséged lett? Nagy szükségünk volt. És utána még ugye csatlakozott Nóri újra. Meg a Réka is aztán a végén. Hát a legvégén még Réka. Igen. Igen. Hogy, szóval mi úgy döntöttünk, hogy nem piszkáljuk azt a fél órát, ami már egy élvezhető, értékelhető történet, hanem megyünk tovább be a fekete levesbe a kapcsolat megromlása felé. És mert ugye pont a csúcson volt éppen a film, úgyhogy akkor menjünk lefelé, és aztán így a megoldás meg majd valahogy kialakul. És akkor mi innen folytattuk tovább. És amikor elértünk a legvégéig a filmet... Na de hogy dolgoztatok ketten akkor a Szacsával? Szacsával, úgyhogy megvoltak a jelenetek, amiket Gyuri még leírt a szinopszisban, hogy a házasság után jön a nászút, és akkor a nászút után a romlás. És akkor van egy romlás jelenet, van egy veszekedés jelenet, van egy... Hát innen több út volt. De elosztottátok a jeleneteket egymás között? Igen. Igen. De várjál, azt még el kell mondani az elején, hogy tehát 500 filmből mi 120-at dolgoztunk föl apró snittekre. És mindig az volt a történetnek az alapja. Tehát volt egy kvázi egy forgatókönyvünk, egy nagyon-nagyon egyszerű, egyoldalas forgatókönyv. Férfi sétál az utcán, ami a film is. Férfi sétál az utcán. Összeütközik a nővel. Mert ugye, hogy tipikusan, és itt egyébként már erről lehet, hogy beszélni kéne, itt a választásnak a szerepe, hogy miért pont úgy ismerkednek meg, hogy összeütköznek. Én például azt éreztem, hogy ennél tipikusabb egyszerűen nincs. Tehát ennél a film jobban megmutatni, hogy hogyan találkozik egy férfi és a nő véletlenül, mert ugye minden találkozás véletlen, úgy, hogyha összeütköznek. Most az ott a bánom, mert jobban kidolgozhattuk volna, mert ilyenkor elejtik a könyveiket, meg kiesik a kezükből a virágcsokor, meg lehajolnak, összeszedik, összekoccol a fejük, tehát én szokott több is lenni, mi most csak az összeütközést, de hogy általában úgy szokott történni, és akkor ezt kerestük igazából a Rutka Zsófia forgatókönyvíróval, akivel írtuk, hogy mi a legtipikusabb, tényleg, hogy azt válasszuk ki, amit a mi filmes műveltségünk a legtipikusabbnak, a legsztereotípabbnak tart a szerelem témájába. És akkor az, hogy a férfi követi a nőt. Mi legyen a nő? Legyen bárénekes? Legyen, tehát menjen fel a színpadra, ugye, mert rengeteg vamp van, aki a színpadról, ezek a fémfatálok, ezek mindig onnan támadnak. És amikor ez megvolt, ez a nagyon kis, akkor ebből a 120 darabokra bontott dologból lehetett kivenni, hogy férfi megy.
és azt mindig oda helyezgettük, és összerakták már a vágók egy folyamatos mozgássá, csináltak egy vázlatot, minden jelenetnek volt egy vázlata, nagyjából abból kitűnt, hogy hova lehet eljutni. De például a Bolond Piero az első félórás változatban 72-szer jött vissza. Tehát mert a Bolond Piero pont alkalmas arra, hogy egy férfi meg egy nő lézeng ott a tengerparton, üzekednek, amiről az mi egész filmünk szól, és hogy ezeket mindig kényelmes volt berakni. Ugyanez volt egy csomó másik filmmel, ami ilyen nagyon tipikusan romantikus, és aztán a maradék 400-ból kellett pótolni ezeknek a helyét, mert hoztunk egy törvényt, hogy egy film csak 5-ször jöhet vissza. Tehát a 72 snitből 67-et, jól számolok? 67-et ki kellett cserélni valamelyik másik filmmel, ahol hasonló dolgot csinál. Tehát volt mindig egy szerkezet, hány, és a hány szerkezet... Hány snit az egész film? 1400. És az a bizonyos 500-as lista, akkor volt egy nagy 500-as lista, igen. Az hogy született meg? Tehát ti írtátok ketten a Zsófival ezt a listát? Nem, azon én nagyon sokat tépelődtem. Letöltöttem az IMDb-nek a minden idők top 250-es listáját, amit a felhasználók pontoznak. Azon rajta volt, hogy a világ legjobb filmje az a Stephen King által írt, mi volt a magyar címe? A börtönös film. A remény rabjai. Uh-huh. Na, mondtam, azt nem. Tehát az nem lehet, annál sokkal jobb filmek vannak. És akkor így, akkor letöltöttem a legjobb romantikus filmeket, szintén az IMDb. Megkérdeztem például... Meg is kellett nézned hozzá filmeket, amiket meg nem ismertél, vagy csak olyanból választottál, amiket ismertél? Hát én nagyon régóta nézek filmeket, mert szeretek. Meg mindig is arra készültem, hogy ezt majd egyszer csinálom. Úgyhogy nagyjából a 90%-át én a választott filmeknek ebből az 500-as listából már láttam. De mielőtt ezzel így elkérkednék, más is látta, tehát ezzel nincsen semmi gond, de nem kellett látni. Tehát az a kiderült, hogy az a munkamódszer, amit mi folytatunk, sőt, az a hasznos, hogyha a vágók, vagy akik dolgoztak ezekkel a snittekkel, ezeket a filmeket nem látták, és nem tudják a történetét, mert nekünk az volt minden filmmel az első dolog, hogy darabjaira kellett, hogy bontsuk, szét kellett zúznunk az összes összefüggést. És hogyha emlékeztek történetekre a vágók, akkor például rosszul vagy nem jó snitt került elő, vagy egyáltalán meg se találtuk. Ez a híres Hair történet, ezt mindig elmesélem, hogy kellett egy hajvágás a legvégén, és fölrúgva minden szabályt, tényleg siessünk, és azonnal rakjunk be egy hajvágást a filmbe. Összeültünk, és fordítva csináltuk a dolgot, azt mondtuk, hogy emlékeztek, melyik filmben van hajvágás? Na, azt gyorsan szedjük elő, vagy digitalizáljuk be, és ezt csináljuk meg. És mindannyian megegyeztünk abban, hogy a Hair című filmben van hajvágás. De nincs. Ez a címe is ez. Erről szól az egész film, hogy valaki levágja a hippi haját, és bevonul a hadseregbe egy barátjáért, és nincs benne a hajvágás. Lehet, hogy csak a mi verziónkból maradt ki. Igen, mi a rendezői változatot nem láttuk. Második vendégként volt a Sára Sándor, akinek vetítettük a Feldobott Kő című filmjét is, abban egy nagy jelenet van, egy ilyen... hajvágás jelen. Hát igen, de minket kötött az is, hogy mennyi filmből lehet építeni. Igen, és ennek a filmnek a 20-30% a magyar film. De hát azzal szívtunk a legtöbbet. Mm-hmm. Tehát, de nem, az, nem azért, mert az utólagos, tehát mi rossz minőségbe vágtunk, és aztán utána, amikor a közönség elé kellett, hogy kerüljön a kész változat, akkor minden egyes snittet jó minőségűre cseréltünk. Ezen dolgozott még meg. Magyar filmből jó minőségben semmi nincsen meg. De nem csak a torrenten nincsen meg, hanem nem lehet kapni a boltban. Tehát ha bemennék, akarnék venni a Feldobott Kőből, vagy a Meteóból egy jó minőségű változatot, akkor nem kapom meg. Igen, egyébként nagyon megtisztelő volt, hogy két snitt is van benne a Meteóból. Hát mi köszönjük, hogy van a Meteó, szóval nem lehet vásárolni.
Mert azért a saját ízlésünk határt szabott annak, hogy mely filmek kerülhetnek be. Persze bekerültek olyanok is, amikor már a végén éreztük, hogy a film éhes, és kibír mindent, akkor kipróbáltuk, hogy meddig lehet elmenni benne. Mi az a leggagyibb film, amit még be lehet ebben adni, és egyszerűen megette. Éhes volt, és azt mondta, hogy még adjatok nekem Gitchet, adjatok nekem Hollywoodot, adjatok. És tényleg ették a snittet ez a film, és nem tudtunk olyat belerakni, ami nem működött volna. Pedig rendesen próbálgattuk. Az Oroszlán király nem fér bele az nagy bánatom. Igen, meg a Roger Rabbitot is hiányoltam. Benne van a Roger Rabbit? Benne van. Ott van. Jessica Rabbit benne van. A Jessica Rabbit ott? Táncol. Az sikerült, de valahogy az állatszereplők nagyon nehéz volt belerakni. Még az E.T.-t is sikerült belerakni, de nem, a Oroszlán király nem jött át. Ja, de valamit akartam ezzel mondani, csak elfelejtettem. Nem. A haj. Ja, hogy... A haj, és hogy az ízőt... Hogy szétszedtük a filmet. És a kontextus. Az 500-as lista. Igen. Hogy jött össze? Ott kezdtük el. Volt olyan is, hogy megkértem ismerőseimet, filmszerető embereket, hogy írják már, hogy mi az ő top 100-uk. Tehát nagyon sokat kellett azon agyalni, hogy lehet... Mindenki más listát hozott le természetesen. Rá kellett jönni, hogy ebben nekem kell lépni. Tehát, hogy nincs más... De azt nem akartam, hogy az én 500 kedvencem legyen, mert az nem. És akkor jöttek olyan szempontok, amik szerintem fontosak, és tök jó, hogy benne van a filmben, hogy mindenféle filmstílusból legyen, lehetőleg minden országból legyen, lehetőleg nagy rendező egy műve legalább legyen benne, és ne maradjon ki, de egy rendezőnek maximum 3 filmje lehet. Ezeket mind ilyen törvényeket meghoztam, és aztán jött a gyakorlat. Mondom, ez egy nagyon gyakorlati szakma, ez a rendezés. Kellett a matéria, kellett az anyag, hogy milyen filmekből dolgozhatunk. És nekünk akkoriban még 5 évvel ezelőtt DVD-k kellettek. Hol lehet DVD-t kivenni, ahol olyan DVD-t is ki lehet venni, amiben van filmtörténet? Hát csak az Odeon létezett ilyen videótéka. Úgyhogy letöltöttem az Odeon videótékának a filmlistáját, és kiszedtem belőle azt az 500-at, ami ezeknek a szempontoknak megfelelt. És akkor már tudtam, hogy romantikus filmet akarok csinálni, úgyhogy első körben a nagyon romantikus filmeket karikáztam be. Utána a filmtörténetet pakoltam föl, hogy Lumière-től Avatarig legyen benne lehetőleg minden és minden korszakból. És utána arra figyeltem, hogy legyen minden, hát amiket elmondtam, hogy legyen minden országból, lehetőleg legyen benne elég ázsiai film, legyen benne európai film, azon belül skandináv, jöjjenek oda a horvátok, a szerbek, tehát a volt Jugoszlávia, a francia természetesen, próbáltam igazságos lenni, és így állt össze ez az 500-as lista. De ez az 500-as lista, látom, kérdezni akarsz, úgyhogy gyorsan beszélek, ez az 500-as lista 600-as lista lett, mert meg volt engedve a vágóknak, hogy a kedvenc filmjeiket behozzák. Úgyhogy ha valami jelenetnél elakadtak, vagy úgy érezték, hogy igazságtalan a lista, és hol van belőle az én kedvenc filmem, akkor azt bedigitalizálhatták, úgyhogy 600-620-ra földúzott az a filmmennyiség, amiből dolgoztunk. Igen, azt akartam kérdezni, hogy volt-e példa nyilván az ellenkezőjére, tehát hogy a begyűjtött snittek hatottak vissza a jelenet alakulására, vagy bizonyos fokig a történetre, tehát hogy valami olyan cselekvés, vagy motivum, vagy valami olyan dolog találódott meg az egyik snitbe, ami annyira jó volt, hogy nem lehetett kihagyni, és akkor módosította egy picit az eredeti elképzelést. Tehát ilyenre tudtok mondani példát? Csak ilyen volt. Minden bekerült mondat például módosította, mert a mondatokat nem lehetett előre kitalálni. Azokat meg kellett találni, a filmekből mondatot találni a legnehezebb. Mert gyorsan tekergetni a filmeket és képeket megtalálni, és a szemmel gyorsan szkennelni, az még megy egy ideig, de mondatokat kiszedni, az nagyon nehéz. És különösen mondatokat úgy összerakni egymás után, hogy az úgy tűnjön, hogy egy gondolat, az nehezebbnek bizonyult, mint 20 snittet úgy összerakni, hogy az egy ember.
Tehát, és a mondatok egy picit befolyásolták azt, hogy merre felé megyünk, de a történet az azért adott volt. Tehát ezek főleg, mint ez a mumusom, a romlás, nagyon sokat bajlottunk, mert egy kapcsolat elég sokféleképpen meg tud romlani, és ezzel nagyon sok probléma volt, az időmúlással volt nagyon sok problémánk, hogy tudunk gyorsan, praktikusan időt mulatni, úgyhogy közben érezzük, hogy itt azért történnek dolgok, és nem mi irányítjuk a történetet, hanem a szereplők irányítják a történetet. Szóval ezek így alakították. És itt az időmúlásnál például hogy oldottátok meg, vagy hogy mi lett a megoldás? Hát eleinte ez a rész, ez nagyon hosszú volt, mert több nap, legalább 3 nap volt, amíg megromlott ez a viszony. Vagy legalábbis 3 napban meséltük el, ilyen ébredéstől lefekvésig. És a többi, és aztán amikor körülbelül az első tesztvetítés, az első egybe megnézés után kiderült, hogy ez nem bírja el, már ezt a hossz nem bírja el ez a rész. Na, ez a körülményes mesélés nem bírja el. Tehát, hogy ezt a sok ébredés, lefekvés, ez nem lehet. Úgyhogy akkor végül is valami olyasmire jutottunk, hogy a filmben egy típusú jelenetből maximum 2 van. Ébredésből is maximum 2 van. Abba több van. Abba több van, mondjuk, igen, pont. De azok mind másfélék. És mindig valami fontos ponton vannak az ébredések. És akkor hát ezeket a napokat próbáltuk összehúzni, és a fontos, a kulcs az, amikor a szerelemre hangolvából megtaláltuk a munkatársat, aki beárulja a nőt, és akkor itt meg volt. Ő segített nekünk abban, hogy mitől ébredt a fordulat, igen. Uh-huh. Igen, mert előtte egy ilyen nagyon lélektani, bergmani kihűlés volt a kapcsolatban, és ez viszont egy mondattal el tudtuk intézni a gyanút. Uh-huh. És ott jöttünk rá arra is, hogy a mondat milyen erős, tehát hogy képből több kell ahhoz, hogy értelmezzük, hogy mi történik. Mondjuk egy érzelmet érdemes volt 2-3 hasonló érzelemmel megerősíteni, de a mondatok azok nagyon erősen hatnak. Ez az egy mondat elég arra, hogy elindítsa ezt a gyanút, a féltékenységet és a történetet. És nem kell megismételni, nem kell még valaki ugyanazt elmondja. Meg többször kiderült ilyen tesztvetítések során, hogy amit nézésekkel, pillantásokkal, gesztusokkal szeretnék elmesélni, azt nézőszemtől függően félre lehet érteni egy picit legalábbis. Míg a mondat az egy elég konkrét dolog, az segít. Most szeretnék egy picit hozzátok fordulni, nyilván összegyűlt egy csomó kérdés bennetek is, hogy mondjátok most. Nekem az van a kérdésem, hogy most körülbelül úgy képzelem el, ahogy ezt kivágtátok, hogy beraktátok az evidbe, vagy a premier, nem tudom, mit vágtatok, az adott filmet, elejétől a végéig, hogy jól gondolom, hogy szépen elindítottátok, megálltok, hogy a filmet raktátok, nem kell ez semmi, hogy a filmet raktátok be, azt a 2 óra, 1.5 órát, és akkor elkezdtétek megnézni a vágóprogramon belül, és ott válogattátok, hogy ott vettétek ki a snitteket? Igen. Borzasztó tömörítéssel dolgoztunk épp azért, hogy beférjen ez a sok film, úgyhogy ilyen ekkora pixeleket néztünk leginkább. Totálokban arcokat nem nagyon láttunk, úgyhogy csak tippelgettünk a gesztusokra, és aztán volt is egy-két meglepetés, amikor HD-ba megérkeztek a snittek, és így néztük. Jé. Ez a nő nem csak fekszik, hanem egy férfi fekszik, de volt. Kedvenc snittjeim, amikor tudom azt, hogy egyébként az a film, ami éppen ott van, az baromira nem az, mint amit a jelenet sor közvetít. Ez mennyire volt tudatos, hogy nagyon sokszor én meg pont azt érzem, hogy ez egy ilyen hullámzó valami volt. Tehát, hogy egyszer nagyon oda lett erre figyelve, hogy más,
más van a képen, mint amit tudom, hogy az adott sor akar jelenteni. Néha pedig inkább csak azt éreztem, hogy egy folyamatot közöl le az a nem tudom hány dalos nép, ami követi egymást. Hát törekedtünk arra, hogy más értelmet adjunk ismert snitteknek, vagy könnyen felismerhető snitteknek, de hogyha minden snittet így raktunk volna be, az nem is 3 évig tartott volna. Nem, lehetetlen szerintem. Legalábbis én mostani eszemmel azt mondom, hogy volt sokszor, hogy és én is ezeket szeretem, mint például a Pszichóban a nő, tudjuk, hogy haldoklik, de mi azt mondjuk, hogy szomorú. És hogy na nézzük, melyik győz. A nézőben. Milyen erős volt az eredeti filmnek, és nagyon sok tényezőtől függ. Milyen erős volt az eredeti film hatása, milyen erősen emlékszik az ember rá, mennyire tudtuk körülrakni, és erről beszélek, olyan egyéb hasonló érzelmekkel, ami ezt az érzelmet a többi között át tudja írni. És ez a nagyon fontos, hogy muszáj, hogy legyen körülötte valódi olyan érzelem, hogy a néző értse. Mert ez a játék, ez nagyon, nagyon kettős. Tehát mi mutattunk valamit, a néző ért valamit. Lehet, hogy te láttad a Pszichót, lehet, hogy más nem látta. De lehet, hogy ő érti, lehet, hogy nem. Valakin átmegy, küzd a snit vele, valakivel nem. Tehát, hogy nagyon veszélyes játék lenne, ha minden egyes snit átértelmeződne. És azt is mondom például, hogy ez a film volt sokkal viccesebb is. Nagyon sok poén volt. Például amikor a férfi megüti a nőt, akkor a Darth Vader fordul meg így a halálcsillagon. És hát azon mindenki röhögött, de tényleg. És ki kellett ezeket szednünk? Tehát kigyomlálgattuk ezt a dolgot, mert a legvégén a film teljesen úgy működött, mint egy játékfilm. Vannak kimaradt jeleneteink. Márpedig egy ilyen filmnél egy kimaradt jelenet azt jelenti, hogy másfél hónapig a Nóri vagy a Júci fölöslegesen dolgozott. De ki kellett szedni, mert a ritmusa nem engedte meg, hogy a film arra felé menjen, vagy lassította, vagy problémás volt. Hát sőt, olyan pont is volt, ahol átszerkesztődött a film, tehát már a féltékenység jelenet az korábban egész más helyen volt a filmben. Csak egyszerűen, mikor már így összeállt a film, az derült ki, ami nagyon sok játékfilm vágásánál így alakul, hogy egy jelenetet át kell rakni máshová, mert ott fogja erősíteni a történetet. És akkor átraktuk. Bocsánat, de van nekem még 2 kérdésem. Mondj nyugodtan. Az egyik, hogy pont itt beszéltetek a mondatokról, és én még azt éreztem, hogy tök jól összeállnak rakva, tehát én nem akadtam meg közben. Egy pont volt viszont, ahol elgondolkodtam, hogy vajon az nekem mennyit segít, vagy mennyit vesz el tőlem, és érdekes módon a kedvenc filmtrilógiának az jelenete volt az, és amit valami nem éreztem odavalónak, mikor a Han és a Leia váltják ezt a pár mondatot, hogy a... Hogy is van, nem tudom pontosan, hogy mi van... Szélhámos sokkal, igen. Valahogy a férfi szájában ez nekem oda nem illet. Illetve a másik, ami, és ez a kérdés, hogy azt jól vettem észre, hogy van benne egy snit a Dexterből és egy a House-ból. Meg a Batmanből is van. A Batmanből is? Igen. A meg a Twin Peaksből is van. Jó, bocsánat. És a miért éppen a Alaszkából. Ezeket sajnos már nem láttam. És hogy ezek mennyire játszik? Melyiket nem láttam? Alaszkát. Ja. Ez akkor így a saját szabályrendszeretekben ez hogy fér bele? Úgyhogy én vagyok a bűnös. Úgyhogy én azt érzem, hogy ezek a filmsorozatok, ezek a hosszú, epikus művek kezdik fölváltani és elfoglalni azt a szerepet, ami a klasszikus mozizás volt. Tehát, hogy azt az élményt, azokat a történeteket, azt egy új formában, és ma már az új forma nem csak azt jelenti, hogy fekete-fehér hangos film vagy néma film, hanem azt is jelenti, hogy hol nézzük ezeket az új formátumokat. Tehát azt gondolom, hogy egy Mad Men az fölér történetmesélésben a nagy hollywoodi filmekkel, meg a Dexter is, és most már sokkal erősebb élményt tudnak talán adni vagy szerezni, de hasonlót
mint a mozifilmek. Úgyhogy én ezzel azt akartam jelezni, hogy és nagyjából ott a Twin Peaks környékén történt meg ez a váltás, hogy most már sokkal frissebb, sokkal, elmondtam, okay. A tévésorozat, mint a film. Következő kérdés. Számomra az volt nagyon érdekes, hogy a film nagyon belevont ebbe a váltogatós játékba, hogy néhány helyen arra gondoltam, hogy miért nem ezt vágtátok bele, azt a filmet, amit én ismerek, és én ezt nagyon odavalónak tartottam volna. Ez nagyon nagy élmény van. Hát én például most megnéztem még egyszer a Kies Laszkinak a három szín kék, és ott van a snittünk, amit annyit kerestünk a termesnőről. Ó, mert nem akkor musztereltem. Na, látod? És ezek azok nagyon rosszak. Hogy a múlt héten megnézek egy filmet, és én mindig azt mondom, hogy egy évvel, másfél évvel ezelőtt befejezett film, hogy basszus, a snittünk ott van. Jó, de ez igen, hát mikor fejeztük be két éve, vagy másfél? Hát nem, másfél. Másfél éve fejeztük be, és mindig az van, hogy elmegyek moziba, és azt mondom, hogy de jó lett volna ez a snitt. Ez egy jó betegség. Kö? Mari, valami? Olyan sok mindent elmondtatok arról, amit kérdezni szerettem volna, hogy... Akkor... Amíg gondolkodtok, addig én egy másikat kérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy nekem egy kicsit a zenehasználat is ugyanolyan nagy kérdés mély benne, mint az, hogy a sztori motiválja a snitteket, vagy a snittek a sztorit, mert mind a kettő szerintem ide-oda hat. De a zenénél is azt érzem sokszor, hogy hát nem egyszerűen arról van szó, hogy megvágtatok némán vagy zene nélkül egy jelenetet, aztán utána alá tettetek egy zenét, mert sokszor visszahat a jelenetre, meg a ritmusára, meg, tehát hogy már előbb is meg kellett, hogy legyen. Tehát ez hogy volt? Eleinte úgy vágtuk, amikor zenét használ, ugye a zene elég sokat segít vinni egy összekapcsolni snitteket, vinni egy folyamatot. És úgyhogy eleinte nagyon sok zene volt a filmben. Cseré. És aztán, és az volt az elsődleges szempont a zeneinél, hogy mindenképpen olyan zenét használjunk egy jelenet alatt, ami a végén, vagy valahol közben bekapcsolódik abba a filmbe, amiből való maga a zene. Aztán tehát, hogy a közelébe legyen, igen, a zene, tehát, hogy a jelenet közelébe. Úgyhogy végül is a zenékkel vártuk a filmet, aztán néhány zene, elég sok mondjuk lecserélődött. Ja, utána, tehát tényleg könnyebb vágni zenével, ezért a közönségvetítéseken, ezt már többször mondtuk, és volt, rengeteget vetítettük a közönségnek, tesztvetítésen, ilyen kisebb csoportoknak, 5-6 embernek, és az mindig visszahatott a filmre, mindig megnéztük, sőt volt olyan nap, hogy háromszor is levetítettük, és minden vetítés más volt. Mert amíg jöttek a többiek, addig átvágtuk, a jelenteket átpakoltuk, és levetítettük, na és az hogyan működik, és akkor vagy visszacsináltuk, tehát ez nagyon, mert ez egy nagyon fontos párbeszédet folytat a film a közönséggel. De utána, amikor megvan, és ezeken a vetítéseken... Más filmeknél is szoktad így csinálni, vagy ez csak ennél volt? Én szeretem a visszajelzést, de egy idő után a más többi filmnél leálltunk ezzel. Ilyen alaposan ennyi szervetíteni több héten, hónapon keresztül, ilyet még nem csináltam. Tehát ezt sok ember látta, sőt, sok ember kétszer is, hogy láttad két hónappal ezzel, hogy gyere el megint, mert nagyon sokat változott. Ja, de ők is zenével látták, tehát voltak zené, volt végig zene a filmen, de megkértem a Barna Balázst, akivel én a Hukléba dolgoztam együtt, zenei szerkesztőnek, hogy van-e jobb ajánlata. Tehát ő nézze végig az egész filmet, és tulajdonképpen még csináljon két léjert, hogy mondja azt, hogy
elhelyett a zene helyett én nem raknék más. De elhelyett a zene helyett azt mondanám, hogy sokkal ravaszabb, hogyha a Morricone-nak nem az a zenéje szólalna meg, hanem az E.T.-ből ez. Tehát, vagy valami ilyesmiket rakott. Nagyon érdekes volt, hogy neki van egy jó ízlése, és nagyon nehéz volt vele megértetni, hogy a legismertebbeket, tényleg a leggagyibb zenéket rakd be. Tehát kezdjük ott, hogy Love Story, jó? Tehát legyen benne. Aztán nincs benne. De hogy de hát a Bolond Pierrotból is alig van, tehát az a 72-t sikerült egyre vagy kettőre lehúzni. Úgyhogy utána voltak ezek a léjereink, és akkor végülis három zenei ajánlatunk volt, és a végső keverésnél kiválaszthattuk, hogy melyik legyen. És a végső keverésnél az Ányi Tamással, meg a Balázs Gabival, a hangmérnökökkel állapítottuk meg, hogy melyik lesz az utolsó, mikor ér véget egy zene, mikor jön be. De vannak tényleg olyan részek a filmben, ahol például a szeretkezés résznél, ahol az asztalt lesöv, a tangó, az úgy maradt. Tehát az annyira jó volt arra a tangó, hogy annak úgy kellett maradni. De még zörejeztétek is a filmet? Mert egy csomó helyen úgy érzem, hogy... Tulajdonképpen újra kellett építeni a teljes zörejrendszert. Mert amíg a képben nem zavaró az ugrás, sőt, nem tudom, ki vette észre, de itt még a formátumok is ugranak. Igen. Tehát az a törvényünk is megvolt, hogy amit az operatőr fölvett, a képarány, annak úgy kell maradnia. És hát nagyon sok formátum van forgalomban. A 4-3-as régi televízió formátum, a 16-9, a 2-aránylik a 35-höz, sőt, van ennél még egy széles vásznóba, 2-45-höz, azt hiszem, amiben a 70 mm-re forgattak, és aztán az a tényleg a csúcs széles vásznómozi. És ezeket mi úgy döntöttünk, hogy egy 16-9-es képbe helyezve a megfelelő feketékkel alul fölül, vagy ha 4-3-as képet adunk, akkor jobbra-balra feketékkel, alig lehet észrevenni. Pedig végigugrál az egész film. És egyébként nekem van egy példám, egy kedvenc példám, hogy szerintem már sokan látták, így órán szoktam mutogatni. Van egy reklámfilm, ami normál képkivágással indul, és a egysnittes film, és kimegyünk egy irodából a szabadba, közben valahol a film közepén olyan 1.66-os ilyen francia 60-as évek képmérete lesz belőle észrevétlenül, mert így összemegy, és aztán amikor kiérünk a végére egy hatalmas nagy mezőre, és egy tömegjelenet lesz belőle, ott meg már cinemaszkóppá válik a film, és ilyen hatalmas, tehát ilyen nagy production value, ilyen nagy amerikai film feelingje lesz az egésznek. És aki először látta a filmet, soha nem vette észre ezt. Uh-huh. Tehát hatott, tehát úgy valóban úgy indul az egész, mint egy amatőr film, tehát így beleütközik a szereplő a kamerába, vagy kicsit zörög a mikrofonig, és úgy indul, és a végén egy szuperprodukció lesz belőle. Hat a film, működik, de nem lehet észrevenni. Uh-huh. És itt is az ember elfelejti. Nem így van viszont a hangnál. Tehát, hogyha az úgy ugrik, mint ahogy a snittek ugrálnak ebbe a filmbe, akkor mi meghallgattuk, az egy hallgathatatlan zörej, egy ilyen massza. És azt nekünk el kellett simítani. Az elsimítás pedig úgy néz ki, hogy egészen a 90-es évekig, vagy a 80-as évek végéig, amíg nem használták a Dolby 5.1-et, addig a szöveg nem választható le az alatta lévő zenéről, és például ez hallatszik is néha a párbeszédes jeleneteknél, hogy kénytelenek voltunk egy mondat alá behozni azt a zenét. De az akkor a hangmérnökök dolga volt úgy lecsippenteni, úgy beletúrni a másik zenébe, vagy olyan zenét húzni alá, ami ritmusba megegyezik, és igazából a zene részévé válik az a mondat. De a hangmérnökök munkája azzal kezdődött, hogy tulajdonképpen mindent le kellett szedniük, amit nem tudtak megmenteni, mint egy ilyen restaurátor, vagy nem is tudom. És amikor megvolt ez, onnantól újra kellett építeni. Az pedig ez hangilag mennyi időt jelentette ennek az összerakása?
Hát mondom, zörejezni kellett zörejtárból, sőt, ők vittek oda kellékeket, és hát nagyon sok jelenlét, ami nem konkrét szöveg, azokat az ismerősök, haverok, vagy maguk a hangmérnökök lihegték föl, hogy legyen jelenlét. Ilyen, meg végig lépkedték az egész filmet. Úgyhogy egy olyan 3-4 hónapos zörej munkán esett át a film, és még így is egy csomó részt hiányos, tehát azok viszont zenével le vannak fedve, hogy ne is lehessen hallani. Toldozgatva, foldozgatva van. És arra is figyelni kellett, hogy egy 30-as évek beli filmnek ne legyen szuper jól hallható zöreje. Tehát azt is le kellett szűrőzni, le kellett vinni, monósítani kellett, recsegtetni, raktak rá recsegő effekteket. Sőt, vannak olyan részek, ahol a Balázs Gabinak van egy ilyen gyűjteménye, hogy film hangok, ezek a csöndes hangok, a csöndes filmhangok, amik a fényhang alaphangja, hogy végigmegy a gépen, és nem szól semmi, csak picit pattog, serceg, és ezt is koronként be lehet rakni, hogy melyik hova való, és az például atmoszférának nagyon jó, ha nem találtunk oda profi atmoszférát. És van benne egy-két ilyen poén is, van egy-két néma film, amit lezörejeztünk. Ott a végén, hogy olvassa a levelet és becsukódik mögötte az ajtón, annak soha nem volt hangja, de azt például ilyeneket beledaktunk, hogy észreveszik-e. Van egy néma film, amiben sír a nő, és nem veszi senki észre, hogy az mi sírunk, tehát hogy az le van szinkronizálva. És az első verziója, még egy anekdotát elmondok, az első verziója a filmnek kimaradt egy trüsszögés, az nagyon zavart. Mert már minden le volt zörejezve, semmi se zavart igazán. Ez, hogy az Apartment című filmbe jön be az aulába a fickó, és meg van fázva és trüsszög egyet, és soha nem trüsszögött hangba. És mire a DCP-t megcsináltuk, és amikor kijutottunk Kámba, akkor majdnem, hogy csak ezért, nem csak ezért, de visszamentünk a stúdióba, és rátrüsszögtünk egyet, és akkor azt mondtuk, hogy na megvan. Mert hogy, ez az, hogy amíg nem volt rajta trüsszögés, addig valamelyik kollégák, vagy a Szacsa, vagy én mindig beletrüsszögött, vagy az Ágyi. Vetítés közben? Igen, az Ágyi Tomi, ott ültünk, és akkor jött a jelenet, és tudtuk, hogy mikor kell trüsszögni. Nem tűnt fel. Mari? Az egyik, hogy végig szóra pillanatokon belül megérkezik Szacsa, akartam mondani. A másik, ami engem nagyon érdekel, aztán majd a vágásra még visszatérnék, kérdeznék valamit, de először meséltek nekem arról, hogy ki állította és hogyan össze a Vége főcímet. Elképesztően csodálatosan van megcsinálva. Az eleje főcím? Zene, Vége, ja. Vége főcím. Az zeneileg? Zeneileg? Vége főcím, zeneje? Hát a Barna Balázs. Mindenben, mint hogyha egy zene lenne, olyan gyönyörűen. Igen, össze. Azon de dolgoztunk sokat. Elképesztően, de ki vágta össze? A zenében. A barra. A zenei szerkesztő. Igen, ő volt a zenei szerkesztő. Fantasztikusan jól van megcsinálva. Na, én még visszatérnék, mert szerintem van ebben még valami, hogy négyen vágtátok. Nekem is van egy kicsit hasonló, nem pont ilyen tapasztalatom, mert mi a Queen-nál voltunk hasonló helyzetben, hogy négy vágója volt a filmnek. És tudom azt, hogy milyen izgalom volt az, mikor a másik megcsinált egy jelenetet, és akkor néztük egymás munkáját, hogy ki mit csinált, és hogy áll, és vannak a vetítések, és te mit csináltál, én mit csináltam, átmegyünk a egyik szobából a másikba, hogy nálatok ez hogy volt, és hogy ötleteltetek, hogy adtatok egymásnak ötleteket, hogy hát, micsoda luxus. Egy szobában voltunk. Egy szobában voltunk, mint a színpad. Nem, egy akkora szobában voltam, mint a színpad, de bizony egy, kettő, három, négy állomás volt lent, és igen, volt egy fel. Galéria is volt. Volt egy galériánk is, tehát ezt még felfelé is bővítettük, és akkor így öt képen dolgoztunk. De amikor vágtunk, Fülesekkel, és amíg vágtunk, addig a felső gépen digitalizáltunk, tehát hogy minden időt kihasználhassunk, sőt volt, hogy azon a gépen, amikor itt nem volt senki, azon is digitalizáltunk, úgyhogy nagyon, nagyon összezárva dolgoztunk rajta, és sokat. Na, de milyen volt egy? Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Én korábban még soha nem vágtam, csak mással együtt semmi, mert nagyon bizalmatlan típus vagyok. És ezért is ilyettem. De végig is ezt meg kellett tanulni,
és egyébként nagyon jó megbízni a kollégákban. És ennél a filmnél szerintem különösen fontos volt az a napi szintű visszajelzés, amit egymásnak tudtunk adni, hogy mert tényleg, ahogy egy-egy jelenetet így gyúrtunk, snitteket vettünk ki, raktunk be, hogy erre nézzen, inkább arra nézzen, nem, de ez a snit jobb, viszont akkor meg kell fordítani a nézésirányokat, az egészet egy másik tengelyre rakni, és így lesz jobb, vagy úgy lesz jobb, és ezek így az embernek így mennek így a fejében, és van egy pont, ahol azt éreztük én, de szerintem mindnyájan, hogy na, most már nem tudom, hogy mi van. És akkor olyankor nagyon jó azt mondani, hogy nézzétek már meg. Egyrészt nézzétek már meg, másrészt pedig az nagy segítség volt, hogy ettől függetlenül, hogy jelenetenként mondjuk egy jeleneten egyedül dolgoztunk, egy ponton váltottunk, illetve hogyha filmeket is néztünk, ugye az utolsó fázisban már gyors tekeréssel kerestünk olyan snitteket, hogy lecseréljük mondjuk a 72-szer visszatérő Bolantierot, hogy találtunk egymásnak snitteket. És akkor ez is egy tökre, egy nagyon, nagyon, nagyon segítő dolog volt, hogy nem csak a magam munkájának, hanem nekik is, vagy egymásnak is próbálunk a elszeparált jelenetekbe is bedolgozni. Amit aztán, mint egy szalag, utána továbbadtunk, és úgy gyúrtuk tovább. Tehát nagyon, nagyon szorosan összefonódva csináltuk. Igen, mert volt egy fázis, amikor már összeállt a film, mondhatni, végső története, a végső vonal, minden nagyjából, de mégis voltak ilyen kicsi kulcspontok, amik hiányoztak még ahhoz, hogy tényleg jó ritmusú legyen, és tényleg tiszta legyen az, hogy mi történik. És most is vannak. Jó, de látod, működik. És akkor tudtuk, hogy milyen pontokra, milyen dramaturgiai pontokra keresünk mondatot, nézést, pillanatot, csak egy csöndet, vagy bármit. Ezek meg voltak így jelölgetve. Jó, gyere! Ott van egy utolsó szép. És akkor így, ahogy mi szereltük a filmet, okay. Ezekre a pontokra keresünk megfelelős mutatot. És akkor egymásnak is találtunk, pontosan, tehát célirányosan kerestük ezeket a helyeket. És akkor még ezzel kapcsolatban hagyd kérdezők, mert Szacsától hallotta, és akkor rögtön hozzá is kapcsolatok. Ki tudom magyarázni. Jó, helyes. Hogy volt olyan, amikor elkészült a film, és hazudtok, hogyha rosszul emlékszem, hogy volt olyan, hogy elkészült a film, és akkor kiderült, hogy valamilyen dramaturgiai fordulópont hiányzik, és kitaláltatok még jeleneteket hozzá. Erre rosszul emlékszem? Úgy tűnt, hogy befejeztük a filmet, de ilyen volt már sokszor, ez például egy éve mutattuk be, és az előtti évben volt. Emlékszem, hogy a Júci és a Szacsa is úgy érezte, hogy ennek vége. És a jöttem én pont, valamelyik filmfesztivál volt, álltatok ott az Uránia mozinak a erkélyén, ilyen kis borocskát szürcsölve, filmszemle volt? És mondtam, hogy hát lenne egy-két módosítás, amit kéne még egy-két jelenetet belerakni. Akkor előjött a zsebébe egy papír. De mondta Szacsa, hogy nem, szó se lehet, tényleg ennek vége van. És ahogy így elmondtam neki, hogy hogy kéne átmódosítani ezt az egész dolgot, a végén azt mondta, hogy na jó, csináljuk meg. Igen, mondta a Júci, hogy Gyurinak lenne egy-két ötlete, de menjek oda, és ezt intézem el. Minden filmnek el kell engedni a kezét egyszer, sose lehet egy filmet befejezni, abba kell hagyni ezt most nem. És akkor itt emlékszem, és ott álltunk az Urániának a teraszán, szívtam a cigit egyre izgatottabban, és akkor felszívtam magamat, hogy lebeszélem a Gyurit, hogy ezek a filmnek most már vége van. És így mondta, és akkor így gondolkoztam rajta,
nem is olyan hülyeség. És utána az még egy 3 hónap volt, hogy nem tudom, mennyi még körülbelül. Hát igen, mert nem volt még benne a, nem volt még benne a hadsereg, a katonasság, nem volt még benne az, hogy gyereke lesz a nőnek. És akkor jutottunk el oda, hogy éreztük, hogy emelni kell a téteket. Egyszerűen még nem elég. Tehát egyszer volt egy olyan periódus, amikor a szerelem megvalósul egészen az esküvőig, és a csúcson hagyjuk abba. Ott volt egy anyagi leállás, de azért is, mert azt gondoltuk, hogy ott már egyszer vége lesz, de éreztük, hogy nem elég, tehát valahogy jönnie kéne a kapcsolat megromlásának, a nagyobb katarzisoknak, és amikor ennek a végére jutottunk, és megint megálltunk, és már tényleg teljesen elfogyott a pénzünk, akkor jöttünk rá, hogy ez nem elég, és meg kell emelni a téteket, élet-halálra kell játszani, kell, hogy szülessen egy gyerek, kell, hogy meghaljon a férfi, kell, hogy az idő megváltozó, hogy bele kelljen halni abba, hogy bele kell halni ebbe a szerelembe. És végül is ez győzte meg a Szabcsát is. Igen, valahogy elkezdtem érezni, ahogy a Gyuri ott mondta, hogy tényleg ez a film, ez kicsit olyan jól fésült még. Szóval, hogy olyan kis korrekt, és hogy kéne ezt kicsit még jobban borzolni. És valahogy ide egy menet közben folyamatosan kaptunk egyre inkább vérszemet egyébként így, ahogy készült a film. Egyre durvább dolgokat engedtünk meg magunknak vágásban is, meg a Gyuriék is, a sztorikban is, ahogy így. Hát emlékszem egyszer, ott ültünk a katapultban, vagy kávéztünk, és akkor mondta Gyuri, hogy valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan, de hogy az volt a lényege, hogy amikor ez az egész elindult, akkor úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen fejszével kiforagott sztori tud csak lenni ebből a nagyon nehézkes filmnyelvi eszközökkel, amivel elkezdünk mesélni, és egy idő után azt mondta a Gyuri, valami ilyesmit mondta, emlékszem, hogy most már úgy érzed, hogy akármilyen sztorit el tudnál mesélni. Ezzel a filmnyelvvel pedig, amikor elindultunk, akkor úgy indult, hogy ez egy ilyen nagy, nehézkes, ilyen fakerekű szekér lesz. És ahhoz képest egyre élesebb kanyarokat sikerült bevenni velem. Úgyhogy olyannyira, hogy a legutolsó dramaturgiai fordulat a filmben az tulajdonképpen a keverés közbe került még bele. Ez melyik volt? Hát az utolsó snitt, a harapós a végén. Mert hogy volt vége korábban? A csokkal. Hát úgyhogy ott csőröztek, és akkor utána rájöttünk, hogy oké, megvan borzolva, de ez még jobban kéne, mert úgyhogy a harapós az már ott az ányit, tulajdonképpen az ányit Tominak a pótméterei mellett. A laptopján. Ott került be ebbe vágva. Közben valakinek eszébe jutott valami, amit akarnak kérdezni? Mondj. Azt szeretném, hogy a zenékből ugyanúgy volt egy lista, mert hogy ugye volt olyan zene, ami nem volt jelenet a filmben. Hogy volt a zenékből is lista. A film végén is van. Volt olyan zene a végén főleg, ami nem volt bevágva. Igen, tehát hogy a ja, igen. Igen, igen. Tehát vannak olyan zenék a filmben, amiknek nincsen jelenete. Tehát ott is szabadon, ott csak egy szempont volt, azon kívül legyen nagyon ismert, ez csak egy igény volt, de egy szempont volt, hogy annak a zenének valamelyik filmben szerepelnie kellett. Tehát utána kellett néznünk, hogy tényleg az a zene volt-e filmben. Egyébként nekem a zenei jelenetek közül az ilyen nagyon bravúros, amikor a dizőz, vagy a tehát hogy amikor a csaj énekel a színpadon, az ki csinálta egyébként, ki vágta, vagy többen? Hát alapvetően a Nóri vágta, de minden jelenet átment mindenkin. Tehát az a szép egyébként, meg ahhoz, hogy a négy vágó hogyan dolgozik együtt, hogy a végén ez egy közös megegyezés, ami a vásznon van, és azt hiszem ez a legszebb dolog, amit el lehet érni, négy ember, sőt, még egy rendező is, meg egy dramaturg is közös nevezőre jusson, és azt mondja, hogy... De csak azért, hogy mert lehet, hogy nem mindenki gondol rá, mert annyira természetesnek hat, hogy az ember nem biztos, hogy eszébe jut közbe az, hogy itt nem csak egyszer mozdulatra kellett összevágni, hanem szájmozgásra is. Tehát, hogy egy számot énekel valaki, aki elkezdi az első snitben a dalt,
És utána úgy vannak mozgásban összevágva az összes nittek, hogy még a szájmozgása is ott tart annak a szereplőnek a képen, látszik a képen. De ez tényleg hogy volt, mert ez tényleg egy izgalmas dolog, hogy honnan a fenéből tudtátok azt, hogy melyik amerikai filmben van pontosan az az a szó, amit nektek folytatni kell. Ráadásul nem is csak amerikai. Nem mindig az a szó, de úgy hat éppen a száj ki van nyitva. Vagy... Mert van benne orosz, van benne magyar nyelv, tehát többféle nyelv van benne, csak egyszerűen úgy nyitja, vagy csukja a száját, vagy legalábbis jól becsapós, mert pont oda van rakva. De mondjuk, ha egy kockán van tovább tartanám, mert valószínűleg megukna. Az első felében az én kérdésem. Tehát az első verzióban, az első filmben volt, akkor valóban azt én csináltam, és utána pedig ugye átkerült a Jucihoz, és ő húzta ezeket igazából, amennyire én emlékszem. Úgyhogy ráadásul ez egy nagyon vicces történet, mert 25 és 24 kockás különbségek voltak. És azt kellett összefinomítani úgy, hogy kicsalt, nem tudom, ezt te tudod pontosan jól, hogy kicsalt minden egyes kockát. Volt, ami az hozzáadott. Úgyhogy izzadtunk. Igen, az animációs hátteremből adódóan néhány kockát így beletoldottam, meg kivettem, és akkor így... Mert ugye, és ez egyébként ezzel volt probléma az online-osítás után. Na, ott volt, igen. Tehát utána még, amikor már a szép HD-snittek egymás után kerültek, és be volt fényelve a film, már azt hiszem, hogy akkor már be volt fényelve. Mindegy, tehát már ott tartottunk, hogy ki lehet írni a filmet, akkor még szinkron kellett vágni. Mert volt olyan, ami ugye a neten többféleképpen volt feltöltve, és nekünk valahonnan megszereztük, minden esetben NTSC volt mondjuk az egyik, 29,97 kockával, vagy épp 25 kockával, vagy ha mondjuk Blu-ray-ről volt 24 kockával, és akkor amit viszont online-osítottak, az mondjuk 24 kockás volt, és akkor ott így hiányoztak ilyen kockák. Csak a végső filmből, amiket így be kellett toldozgatni, és akkor igen, még akkor egy kicsit tudni. De hát ugye a legiszrevehetőbben ő a dalnál volt, ugye itt volt nagyon fontos, hogy ez pontosan lefedje azt a szótagocskát, vagy azt a bumit, vagy bármi. Egyébként föltűnt benne, hogy ki volt, ugye a Melon ki van írva, mint VFX, hogy pontosan nekik mi volt a dolguk. A felnagyítás volt a dolguk, az volt a dolguk, hogy föl kellett számolni még azokat a snitteket is, amiket rosszabb minőségben DVD 5 vagy DVD 9-ben találtunk meg, egységes kétkás, vagy azt mondjuk, azt választottuk. Tehát ez inkább egy technológiai dolog volt, tehát nem nyúltak bele a snittekbe. Nem nyúltak bele a snittekbe, ez egy hosszú felszámolási folyamat volt. És a fényelés az egy nagyon gyors fényelés volt igazából. Az volt a lényege, hogy visszahozzuk az eredeti alkotók elképzelése szerinti szín és kontraszt arányokat. Tehát mert annyiféle átíráson esnek át ezek a filmek, hogy a végén pont ezeket a finomságokat vesztik el, úgyhogy mindegyiket egy kicsit föl kellett hozni, egymáshoz kellett húzni. A fekete-fehér filmeknek még adtunk egy kis feketét, és attól lett ez egy ilyen mozisabb film, de szerintem ettől találta meg igazán azt a helyét, amit szerethettek volna az alkotók. Péter, neked volt valami? Volt utána, a film elkészült el után, mert ugye itt rengeteg új probléma lehetett az egészen, illetve ugye, ha megnézzük, nagyjából 20 éve telt ennek az elkészülésének az ideje, hogy mi volt az a pont, amikor 20. rengeteg munka volt. Ja, jó. Átvitték. Mi volt az a pont, amikor már úgy azt mondtad, hogy itt már egy kicsit nem bírom, már feladnád az egészet, és
Hát ez, amikor abba hagytuk. Tehát ez még mindig nem tökéletes, még tudom, hogy hova kéne toldani snittet, hova kéne még keresni, mit kéne még jobban vágni. Ez ugyanúgy el lett engedve, mint már kétszer. De most aztán tényleg ki kell írni, el kell küldeni, be kell mutatni. És nagyon jó volt, hogy a Tar Béla le akarta vetíteni ezt a Magyarország 2011-et, hogy legyen egy film szemle, hogy azért is megcsináljuk, de akkor még csak ezt az egy filmet akarta, és akkor én abban részt vettem, és mondtam neki, hogy nekem valószínűleg kész tudna lenni a Final Cut is. Mi lenne, hogyha ez akkor egy ilyen film szemle lenne? Tehát, hogy akkor több filmet vetítsünk, és akkor nagyon jó volt, mert ez aztán csatlakoztak még azok, akik addig nem tudták bemutatni a filmiket, és valóban létre tudtuk hozni ezt a 2011-es filmszemlét. De ez azért is volt fontos, mert lett egy konkrét dátum, hogy február elejére ezt a filmet be kell fejezni, és ez mindig nagyon jót tesz. Tehát erre azt lehet mondani, hogy akkor addigra legyen kész a hang, addigra legyen kész a kép, és mindenképpen el kell engedni a filmet. És amikor már jó minőségben van egy film, akkor az ember már nem nyúl utána, akkor már azt mondja. Egyébként én is akartam az utóéletéről kérdezni, hogy hol volt olyan, mint például mondtad, hogy Cannes-ba bemutatták, hogy még ilyen exkluzív helyen a film, és hogy volt-e valami olyan reakció, akár színészektől, producerektől, vagy rendezőktől, akik érintve vannak a filmben, hogy valamit reagáltak erre? Na most a filmszemle bemutató az ugye egy ilyen zárt körű bemutatónak volt minősítve, mert én tulajdonképpen a november, december, januáromat ügyvédekkel töltöttem, és mutogattam nekik, beszéltünk róla. Egy része azt mondta, hogy semmi gond, mutasd be, a másik része azt mondta, hogy ez tilos, egy kockáját nem lehet levetíteni, úgyhogy megint csak úgy saját felelősségre lehetett valamit csinálni. És tulajdonképpen én ezt a filmet, amikor elkezdtem, ez is hozzátartozik, akkor ezt ilyen DLA munkának szántam, de aztán utána nem is mentem be DLA-zni az egyetemre, inkább megcsináltuk ezt a filmet, de azt gondoltam, hogy ez amúgy is úgy indult, hogy ez egy oktatási anyag, ebből nagyon sok mindent lehet tanulni, nagyon egybe van húzva a filmtörténet, nagyon egybe van húzva a vágástechnika, hogyan mesélnek egyébként majdnem minden, sőt szerintem minden vágástechnika megtalálható ebben a filmben, az összes elmélet, amit az oroszok, az amerikaiak fejlesztettek, leírtak, valamilyen neve van, az ebben benne van, és nagyjából úgy is van építve a film, hogy egyre bonyolultabb vágási nyelven mesél, de hát akkor ugyanakkor van egy befogadó elmélet is benne, hiszen nagyon kell hozzá a közönség, hogy hogyan dolgozza fel ezt a filmet, mert ez a film nem létezne közönség nélkül. Ez a film csak a mi fejünkbe áll össze. Hát ki gondolná azt, hogy 300 színész egy karaktert ad ki. Ez csak a mi agyunk adja ki, semmi más. Tehát, hogy a Színház és Művészeti Főiskola ezt befogadta tananyaggá, és így módon nyílt meg egy jogi lehetőség arra, hogy ezt a filmet zárt körűen, vagy egyetemi oktatási célokra, vagy oktatási célokra, vagy filmklubszerűen lehessen vetíteni, mert tanításra ezt föl lehet használni. Amivel mi szívtuk meg, hogy egyetlen fillér bevételünk nem lehet ebből a filmből. Viszont... Erre továbbra sincs megoldás? Mert úgy tűnt egy időben, hogy valami kiskapu mégis... Úgy tűnt egy időben, most már ott tartunk, hogy a képet azt végülis le lehetne jogilag védeni, de a zenéket, azokat, ahogyan használtuk a zenéket, az mindenképpen jogköteles, és azt meg kéne venni az egész világra a zenéket. Nincs az a pénz, hogy ezt a 80 legismertebb zenéjét a filmtörténetnek John Williams-től Morricone-n keresztül a You Are My Destiny-nát meg lehessen vásárolni a világra. Most Magyarországra meg fogjuk tudni vásárolni, mert az Artisius állítólag ezt jogilag le tudja kezelni, tehát mi bejelentjük, hogy mely számokat használjuk, és ha minden eladott példány után fizetünk egy bizonyos jogdíjat, akkor állítólag ez rendben van, de mi most ki fogunk adni hamarosan egy tankönyvet, amit a Varga Balázs ír, és ebben a Final Cut kapcsán az összes ilyen filmes
témát érinti, és ehhez a könyvhöz fogjuk mi ingyenes DVD mellékletként odaadni a Final Cut-ot. Tehát a könyvért kell fizetni, a Final Cut ingyen van. És a vágóknak? És mint ebből a vágóknak? Hát ha lesz bevétel, majd valamit jut a vágóknak, úgyhogy tessék megvenni a könyvet. És fogadtatás. És az, hogy igen, tehát az, hogy Kán beválogatta, azzal végül is ők azt mondták, hogy ezt fesztiválon lehet vetíteni. Tehát ők kibővítették ezt a jogi határt. Próbáljon belekötni Kánba valamelyik ügyvéd. És hát azért úgy ültük mi is végig azt a vetítést, hogy húha, most jön majd a hűző, itt vannak a nagy stúdióknak a képviselői. De valószínűleg mindenki látja, hogy ez nem a mozi ellen van, hogy nem abból akarunk tőkét kovácsolni, amit mások csináltak, hanem itt valami mozi szeretete és másfajta filmes kísérlet folyik. Úgyhogy egyelőre ebből nekünk semmilyen bajunk nem származott. Na most olyan emberrel pedig, aki benne van a filmben, és beszélt is róla, vagy tudom, hogy látta és beszélhettem, ilyen nem volt túl sok, főleg magyarok, nekik mind-mind nagyon tetszett. A Makkarcsi bácsi az nagyon szereti a filmet, és ha jön valami külföldi vendég, akkor rögtön ezt mutatja nekik. A Szabó István, a tanár úr nagyon tartózkodó volt, és hát tudtam, hogy ő neki ez iránt nincsen jó véleménnyel, úgyhogy felhívtam, hogy lesz egy filmbemutató, és szeretném, hogyha eljönne a vetítésre is megnézni. És mondta, hogy hallja, hogy az ő filmjéből is van benne snitt. Mondom, hát ez így van, meg még másik 500 filmből, és miért nem kértünk engedélyt? És mondtam, hogy hát, hogy elkezdek engedélyt kérni, akkor a másik 500-tól is engedélyt kell kérni, de ezt nem lehetett, de nagyon szépen szeretném, hogyha eljönne, és megnézni ezt a filmet. És akkor a végén azt mondta, hogy na jó, így lehet használni, ezt akkor megengedi, és hogy tudja most már, hogy melyek azok a snittek, amit soha többé nem szabad leforgatnia. Tehát ilyen véleményeket hallottam. A színészek azok, akik látták magukat, azok nagyon szerették, több nemzetközi színésszel is találkoztam, aki benne van. Aki ezt megnézte, az szerette. Nem tiltakozott. Volt valahol még kérdés, vagy láttam kezed fönn? Én egyetlen képre szeretnék csak kérdezni, de lehet, hogy rosszul emlékszem. A pszichó zuhányzó. Nagyon úgy emlékszem, hogy véres mögötte a csendben. Nem. Nem, ezt nagyon figyeltem, ezt a filmben. Nem a filmben, tehát nem ebben. Nem szedtük ki. Van olyan. Igen. Jó. Nem módosítottuk a képen. Még csak amit nagyon nehéz volt megállni, az a tengelycsere. Tehát még csak meg sem fordítottuk. Sehol nem fordítottak? Húha. Azt hittem pedig, hogy az ilyen mindennapos volt. Nagy volt a kísértés, de... Ez komoly. És az úszások is, amik vannak, azok mind az eredeti úszások igen, voltak, szóval még úszás, leblendít se. Leblendít se, igen, az is a saját film. Nagy önfegyelemről tesz tanúbizonyságot. Jó. Tulajdonképpen, amit még szerettem volna kérdezni, az egy picit túlmutat ezen a konkrét filmen. Picit azt, hogy milyen a Gyurival dolgozni. Most ezt tőletek is kérdezem, és fordítva is a Gyuritól, hogy... Ugye én alapvetően, hogyha te 30 csoportra tudod beosztani, szétosztani egy filmben az akciókat, akkor én két csoportra tudom beosztani a rendezőket. És az egyik típus az nagyon szereti, tehát nagyon határozott képe van arról, hogy mit szeretne látni, és tulajdonképpen olyan munkatársakat keres maga köré, akik pontosan tudják végrehajtani, és majdnem, hogy úgy működik, hogy ő rendel, elmondja, hogy mit szeretne, és akkor ezt szeretné visszakapni. A másik pedig egy olyan fajta képességgel rendelkezik, hogy hihetetlenül tudja inspirálni a munkatársakat maga körül, úgy is tudja megválasztani, és olyat tud kihozni belőlük, amit lehet, hogy más nem tudna. Tehát, hogy valami fajta ilyen...
cseréjük, hogy valami fajta ilyen mágusként, vagy ilyen karizmatikus hadvezérként így a munkatársakból sok kreativitást és önálló munkát tud kiváltani. Tehát, hogy ő melyik típusba tartozik, illetve te hogy gondolod ezt magadról? Ez durva általánosítás, és a kérdésben benne van a válasz. Mivel én nem vagyok egy ilyen vizionárius. Nem, mert egyébként mind a kettő eredményre, tehát nem gondolom, hogy az egyik jobb, mint a másik. Mind a kettőből fantasztikus filmek születtek, tehát én nem is akarom minősíteni a kérdésben sem. Akkor, hogyha úgy volt, úgy tettem fel, akkor rosszul tettem fel a kérdést. Csak érzékeltetni szeretem mondani, hogy melyik két irányról van szó, de hogy te melyiket érzed magadhoz közelebb. Hát akkor a másodikat. Azt mondta, hogy a másodikat. Én szerintem egyébként három tipikus ilyen rendezői hozzáállás van. Az egyik, aki iszonyatosan határozott, és nagyon tudja, hogy mit akar, és nem érdekli semmi más, és megy egyenesen, és baromi nehéz neki segíteni. Aztán van egy második rendező, aki teljesen el van veszve, mint egy ilyen kisgyereket, hatalmas anyaggal, és fogalmas nincs, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és azt meg úgy nagyon nehéz kiszedni belőle, hogy neked tulajdonképpen mi az elképzelésed, hogy tudnék neked segíteni, mit vágónak. És akkor van a harmadik, aki nagyon határozott, ám de mégis nyitott és meggyőzhető, és ez a legszerencsésebb, hogyha valakinek vannak nagyon határozott elképzelései, de hogyha esetleg az ember elő tud állni egy másikkal, egy másik ötlettel, vagy egy másik megközelítéssel, akkor mégis nyitott, és az eredeti határozott elképzeléseket tudja módosítani. És szerinted én melyik? Hát ezt inkább azok tudják szerintem, akik dolgoztak veled, mert ez csak úgy lehet megtapasztalni. De most mit mondhatnának? Pohárnok Gergő többet tudna erről mondani, mert ő neki vannak tapasztalatai. Tehát én így messziről nem tudom. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embert hagyják érvényesülni tehát, hogy ha valaki tudja, hogy mit szeretne elérni, hova szeretne eljutni, és hagyja érvényesülni a munkatársait, ugyanakkor nem áll meg egy ponton, ugye, mint láttuk. Már úgy tűnik, hogy vége van a filmnek, de még mindig nem elég jó. És ez a film egészére igaz, de egyébként jeleneteken belül is igaz, hogy az egy nagyon, nagyon fontos dolog szerintem egy vágó-rendező alkotó viszonyban, hogy ha a vágó mutat valamit, ami szerinte összeállt, és most olyan jó irányba halad, de hát van ebben egy bizonytalanság mindig, hogy tényleg ez az-e, amit te elképzelsz, vagy amit te megálmodtál. És akkor itt elkezdődik egy beszélgetés, és addig húzzuk a munkát, amíg talán nem alakul ki a majdnem a legjobb. Például a pofon, nem? De nem, de az egy nagyon nehéz menet volt. Igen, az is. Miért? Nem, az volt az a pofon, a férfi pofon üti, nő pofon üti, az volt 3-4 körös is, és így például a Júci nagyon sokat dolgozott rajta, hogy ez milyen lesz, és szerintem elnyerte tehát kikristályosodott, ez a végső formája. Ez olyan igazságos is, pont jó, a film idejébe pont beleillik, tehát, de ez egy nagyon nehéz munkafolyamat volt. Hát meg menet közben pont ugye az, ami az eredeti koncepció volt, ahhoz képest ez a film a végén azért tovább elment, mert én például amikor először meghallottam, amikor a Gyuri fölhívott ezzel az ötlettel, hogy így valami fantasztikus volt, amikor volt már előtt egy rövid változata a filmnek az elejét, amit megcsináltak, és azt így megláttam, és így döbbenetes volt, hogy nekem azt megélni, hogy basszus, hát ez működik. Tehát, hogy ez annyira döbbenetes, hogy az ember agya ilyen lólépésbe tud haladni,
és hogy ez egy ilyen finomít, hosszú ilyen finomítási művelet volt, hogy mit bír, mit nem bír, és a forgatókönyv is így változott így menet közben. Úgyhogy azért volt egyébként, én nekem ez egy fantasztikusan jó élmény volt ezt a filmet vágni, mert elképesztően kreatív munka volt, és pont a most akkor elárulom, hogy Gyuri a harmadik típusú rendező közé tartozik, akinek volt az elején voltak határozott ötletei, koncepció és menet közben, amikor úgy kiderült, hogy egy picit másképp kupálódik a dolog, akkor könnyen el tudta engedni, és utána akkor átugrott egy másik irányba. Szóval, hogy viszont folyamatosan volt koncepció a fejében, hogy mit szeretne, de ha kiderül, hogy az úgy nem megy valami miatt, vagy valami más még jobb lenne, akkor pillanatok alatt átálltunk egy másik pályára. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon fantasztikusan kreatív munka volt, és egy nagyon örömteli, úgyhogy... És egyébként iszonyatosan fárasztó is volt, tehát pont az volt, hogy ezt mondtam, hogy amikor már így a végén itt a finiselő csapatnál úgy éreztük, hogy most már lekókantunk, és akkor utána jött a Gyuri a kis papírkával, és onnantól még egy-két hónapig dolgoztunk így. Mert egyszerűen az ember így megrázta magát, és azt mondta, hogy hú, ez tényleg baromi jó lesz. És akkor még egy, amikor már úgy éreztük, hogy most már tényleg kifutottuk magunkat, és onnantól hirtelen elindult még egy futam, úgyhogy ez... Jó. Még egy utolsó... Na, akkor mondd, Péter. Hát konkrétan a Toldit szeretném megcsinálni, és erre a Magyar Nemzeti Film Alap most már egy szándéknyilatkozatot is adott. Úgyhogy mi úgy csinálunk, mintha lenne. Gyűjtöm a stábot, készülnek a koncepciók, a látványtervek, meg a jelmeztervek, írjuk át a forgatókönyvet. Tehát mi most nagyon erre készülünk, hogy októberben meg tudjuk nyomni a kamera gombját. Úgy látom, hogy már azért fárad a társaság. Jó, oké, még egy kérdés? Nem? Nagyon rövid leszett, két ugyan kérdés. Egy a könyv, mikor fog megjelenni, és hogy lehet megvenni. Másik kérdésem, leragadtam, máshogy jelentem a filmet, de nem tudom, melyik rész, melyik jelent volt, amikor a Caravaggio, Gary Zsárnak Caravaggio, egyszerűen nem tudok rájönni. Hogy hol van benne? Melyik a Caravaggio? Az jó kérdés, egy közeli lesz az. Egy kéz, vagy egy láb. Tényleg. Vagy leugrás, talán a leugrás. Nem férfi fekszik? Nem szereplő, az abból csak egy kéz maradt szerintem, vagy egy... Ahogy kérdeztem pontosan, hogy a falu, hogy nem illett látni a Caravaggio tégedben, vagy nem illett bele ebben a koncepcióban az állam a Csernetének. Nem, elférnek, tényleg. Én sajnálom, hogy nem használtunk belőle többet, mert tényleg a jót tett a filmnek, hogyha minél nagyobb kontrasztú filmek, és minél, ez az egyik humorforrása is. Na de, amikor a DVD megjelenik, lesz rajta egy extra, ami minden egyes snitre kiírja, hogy mely filmből származik, úgyhogy mind az 1400 snitet végig feliratoztuk. Hogy honnan ered, így próbálunk tenni a zenével is, éppen munka alatt van. A könyv nagyjából készen van, lektorálás alatt. Szerettünk volna, hogyha megjelenik a könyvhétre, de a nyomdák elfoglaltsága miatt ez nem fog összejönni. Úgyhogy most lesz a stratégiai döntés, hogy még kijövünk nyár előtt azért, vagy pedig megvárjuk, hogy mindenki menjen el nyaralni, és akkor szeptemberben. Akkor mondd még azt a másik remek ötletet is el, hogy a HD, hogy lesz a DVD-ből elérhető. Úgyhogy a könyvben lesz egy kód, ami ugye csak DVD-t tudunk kiadni, mert a Blu-ray kiadás az valami borzalmas, a Sony tartja kézbe, és csak olyan kiadó adhat ki Blu-rayt, aki befizette az 1,2 millió forintos, nem csak hasonló, de valami irdatlan összegű licenszdíjat, és utána minden egyes Blu-ray master után befizet még 200-300 000 forint jogdíjat, úgyhogy egyáltalán nem tudunk kijönni Blu-ray-jel. Viszont a tankönyvnek a belső borítóján lesz egy kód, amivel föl lehet menni egy internetes szájtra, és onnan ezzel a kódnak a segítségével le lehet tölteni a
a 8 vagy 9 gigás jó minőségű fájlt, akinek a tankönyv mellé egy HD, majdnem HD minőségű verzió is kell. Válasz kielégítő. Akkor mondhatom az utolsó kérdést. Ugye ez egy operatőri sorozat volt, itt nagyon sok operatőrnek tanuló hallgató van, meg sokan, akik inkább a rendezői oldalon vannak, és hát most ugye abban a fázisban leledzünk, hogy keressük a szerepünket. Mert ők keresik, hogy ez hogy, ezen a rendező-operatőr viszony, ez még olyan, mint majdnem mint egy ilyen fiú-lány kapcsolatban, hogy az ember úgy keresi, hogy hogyan is lehet egymással közlekedni, mit vár el a másik tőlem, én mit várok el, és saját magam megismerése, a határaink, stb. Tehát ez egy nagyon furcsa kapcsolat, aminek keressük a szerepeit, pontosan, hogy milyen ez a szerep. És ebből a szempontból ugye nagyon sok operatőrt végig kérdeztünk, hogy hogy látja a rendezővel való kapcsolatát, mi az, amit ő vár egy rendezőtől, mi az, amit ő úgy érzi, nyújtani tud egy rendező számára, hol tud segíteni, milyen részben szerető belesegíteni, stb. De ennek a másik oldala nagyon izgalmas lenne, hogy te hogy érzed azt, hogy mit vársz egy operatőrtől, hol tud neked segíteni, mennyit igényelsz belőle, és a munka bizonyos fázisaiban hol kezded el igényelni az ő segítségét, stb. Tehát, hogy ezt hogy látod a te oldaladról. Ja, ott van. Hát legyen ott a legelején, sörözzünk együtt, és meséljük el, hogy milyen ötleteim vannak, meg neki milyen ötletei vannak. Szerintem az mindent kezdődik. És én például nagyon igénylem, hogy végig ott legyen. Tehát ahogy nem iratok vele szkriptet, mert nem forgatókönyvíró, hanem operatőr, hanem azt vagy megiratom egy forgatókönyvíró, hogy arra alkalmas szakemberrel, vagy megírom én. De utána talán ő az első, akinek kikérem a véleményét, hiszen képekből áll egy film. És nagyon fontos, hogy ő mit mond. Nagyon fontos, hogy merre felé alakul ez a dolog. És itt nagyon fontos az elköteleződés is, azt hiszem, hogy érezzem, hogy ezt ő is akarja, hogy lássam, hogy ez neki való, hogy ez... Hogy ezt a munkát együtt fogjuk csinálni. És innentől kezdve, hogy ő hallotta, hogy én arról beszélek, hogy egy Csukló bácsi ül egy padon, de még nem tudom, mit fogok vele kezdeni, csak ez jutott eszembe tegnap, mert ezek tök fontosak, hogy ott legyen, helyben legyen akkor, amikor ezek kiszakadnak az emberből, és mondja csak azt rá, hogy tök jól hangzik, nem mondja azt, hogy ha úgy érzi, hogy hülyeség, akkor mondja azt, hogy hülyeség. És akkor ebből nem lesz film, akkor valamelyik másikból lett. De például erre emlékszem pontosan, hogy valamelyik főiskolai rövidfilmnek a forgatása, jöttünk le autóval a hegyről, és mondtam ezt a Csukló bácsi ötletet, és mondta Gergő, hogy ez tök jó, miért nem dolgozott ki? És ez például egy olyan, a Pohárnok Gergő, és ez olyat indított el bennem, hogy ezzel kéne foglalkozni egy kicsit. És ez például tök fontos. És ez nem véletlen, hogy aztán a Gergővel, amikor még semmi nem volt, már megtaláltam, csak elmentünk a faluba. És amikor én ott voltam a faluba, és egyszer lent voltam 3 napot, akkor azt mondom Gergőnek, hogy gyere le te is, és másodjára már együtt mentünk. Másfél évvel később nyomtuk meg a gombot a felvevőgépen, de ott volt. Tehát én nagyon igénylem, hogy semmi más nem csináltunk, sétáltunk ott, ezért csinált egy-két fényképet, sárkányt eregettünk a ízőben, éppen vettem egy sárkányt külföldön, és akkor azt mondja, de ezek nagyon fontosak, azért mondom, mert ezek az igazán fontosak. És akkor ezért lehet utána az ember a másikra támaszkodni a forgatáson. És hát innentől kezdve nem tudok mit mondani, innentől végig megy a dolog. Talán a Taxidermia című filmemnek a legélvezetesebb 3 hete az volt, amikor a Gergővel tulajdonképpen kávéházról kávéházra menve lesnitteltük a filmet. Már megvolt a könyv, és rajzolgattunk ilyen kis figurákat, meg beszélgettünk róla, meg hogyan képzeljük el. Ha megkérdezik, hogy melyik volt a kedvenc részem az egész forgatásból, ez.
Hát amikor ott és ott helyre billen a forgatókönyv, érezzük, hogy milyen a ritmusa, vissza kell menni az íróhoz írni. Tehát én például nagyon igénylem, hogy aztán el sem tudom képzelni azt a fajta melót, amit Hollywoodban mondanak, hogy egy héttel a forgatás előtt bepattana az operatőr, és el kell neki mondanom, hogy honnan vegyük föl, mert azt én döntöm el. Miért nem lehet ez egy közös munka? És hogy a kicsit visszacsatoljam ezt például a Final Cut-hoz, én a Nem vagyok a barátod forgatásából jöttem, ami egy improvizációs film volt, aminek még forgatókönyve sem volt, ahol olyan szorosan, szektaszerűen kellett együtt dolgoznunk, hogy ahogy csak azt a pszichotréninget tudom hozzá hasonlítani, amikor állsz, a hátad mögött vannak a többiek, és elmersz dőlni egyenes testtel. Tehát a bízol-e abban, hogy elkapnak. És én így jöttem bele ebbe a Final Cut-ba, és nagyon szabadon hagytam a vágókat, szerintem, azt gondolom. Tehát, hogy volt, amikor két hétig feléjük se néztem. De, és tényleg nagyon nem kellett gyakran bemennem, mert én egy ilyen nagy bizalommal jöttem, és szerintem ez a bizalom, ez működött. És hát működnie kell. És talán a mostani kicsit politizáljuk, most a politikai rendszer is azt mondja, hogy első a lojalitást, és valahogy én ezt inkább úgy mondanám, hogy bizalom. Szóval az első a bizalom, hogy úgy menjünk. Na jó. Hát, hogy támogatást kapj tőle, igen. Volt ebben a roadshowban most olyasmi, amit korábban nem... Amiről korábban nem beszéltetek? Volt, persze. Jó. Hát akkor nagyon szépen köszönjük. Nem köszönjük. Én is köszönjük. Én is bántátok meg, hogy eljöttetek közül. Köszönjük szépen.